kiállítás apropója a Japán. Ugye Japánról az embernek általában az origami jut eszébe. Hogy kapcsolódik ehhez az Orhidea? Hát éppen ezért választottuk fő témánkul Japán, mert az embereknek általában a kimonók, a japán templomok és az origami jut eszébe, azt kevesen tudják, hogy nagyon sok orhideának az őshazája Japán. Vannak is olyan orhidea fajok, amiknek a nevükben is benne van, például Gastrohilus japonicus, tehát hogy japán Gastrohilus ott őshonos. És ezt szerettük volna a látogatókhoz közelebb hozni, hogy ne csak Tájföld meg Brazília jusson eszükbe az orhideákról, hanem Japán is. Egyik szem, mint a másik. Nem tudunk betelni vele, úgyhogy csodálatosak. Van kedvence? Van. Például ezni. Gyönyörű, nekem valamikor volt ilyenem, apukámtól kaptam, és a kedves férjem nyitva felejtette az ablakot, ezt megfázott és elpusztult. Hallottam ma több helyen, hogy az orhideának nincsen illata. Ez igaz? Ez nem igaz, és éppen a cimbidium az egyik kivétel, a cimbidium ensifolium, aminek csodálatos illata van, és ehhez fűződik egy japán legenda is. A császár felesége a 17. században meddőséggel küzdött, és a kertész egy csokor cimbidium ensifoliumot rakott be a hálószobába, a vázába, a dekorációnak. És a császár felesége beleszagolt ebbe a csodálatos illatba, és az utána következő évek folyamán 13 egészséges gyermeknek adott életet. Nálunk is vannak illatos cimbidiumok jelen pillanatban, azt nem garantálom, hogy meddőség ellen hatásos, de hogy az illata kiváló, az biztos.